Üdvözlök újra mindenki a mai Twitch-be, meg is érkeztem újra, remélem veszi a hangot, ezt le fogom még kicsit tesztelni, és jön is a éri adás. Nem remélem, hogy bejön. Na jó, jó, jó lesz. Na, tehát itt vagyunk a Sims 4 játékban egyébként, ami érdekes számomra, aki egyébként korábban a YouTube-ot néztem, ami egyébként nem biztos. Azt tudhatja, hogy én a Simpsonban nagyon sokat játszottam. És hát most újra visszatértem úgymond a Sims-ekhez, most nem a Sims 3-hoz, a Sims 4-hez. Amivel egy kicsit kevesebbet játszottam a Sims 3-mal. De igen, ez a lényeg, hogy ez egy nagyon nagy full verzió Sims. Ezt mi lássátok, hogy csomó DLC van benne, tehát itt csomó minden lesz. Tehát ami a Sims 3-ban is abban benne van. El fog kezdeni egy úgymond történetet vinni, ez nagyon fontos, tehát egy ilyen történet vonat, és nem csalással szeretnék játszani, de mondjuk lehet egy kis pénzt adok saját magamnak még, legalább annyi pénzem legyen, hogy tudjak boldogulni, és hát elkezdek szerintem játszani. Mindenképpen is egy altárt fogok készíteni, és egy ázat is venni fogok neki, és akkor úgy fogunk indítani, tehát mind a rendes életbe. Tehát az lesz a cél. Tehát szerintem csinálok egy új karaktert, hiszen nagyon sok karakterem nincsen a játékban eddig. Ugye vannak, de nem játékban. Itt is lehet látni. Ez az izé ember két, de mindegy. Na, kezdek el kreálni valamit itt, az a lényeg. Most nem lehet kisebbet tenni egy kicsivel. Nagyon nagy bájak itt. Na! Nem tudom, a kreálás hova menjek, hogy ne legyek útba, szerintem nagyon nem zavar annyit lak szempontjából. Megpróbálok egy olyan karakter csinálni, aki kicsit is hasonlít rám, tehát nem azt mondom, hogy teljes mértékben. Ez lesz a lényege ennek az egésznek, hogy így indítsunk. Alt az nagyon rossz. Alt az nagyon rossz. De rossz helyen van a kamera, emberek. Rossz helyen van a kamera. Na úgy már jobb egy kicsit. Szerintem mindenki jobban lássa a karaktert, amiket itt lehet látni. De már a minőség azért jó, nem olyan rossz. Most nézd, ez úgy, én úgy láttam a minőséget egyébként, hogy 720p-t eléri felbontás, és itt is írta, hogy 720p a live-nál. Na, tehát valami olyan emberünk legyen, aki legalább volt kinéz, szerintem. Most én mit mondjak erre? Olyan legyen, mint valaki néz is, mert... mert azért nem mindegy, hogy néz ki. Egyébként a DLC-s változat nagyon sok mindent tartalmaz, tehát tipegők lesznek a játékban, medence lesz, meg itt még csak más opciók is előnek, amiket majd a játékban fogok majd ismerni jobban. Mondtam, nem játszottam annyit a játékkal, mint amennyit kellett volna. De valami olyan karakter kéne, aki jó is. Hol vagy te? Hol vagy? Ja, én a szakállát szüntessem meg. Mondjuk az egyetem még. Hogy néz ki ezt a... Szörnyű. Más hatot kéne válasszak. Van az arc, ami nekem jó volt. Nem? Ebből lehetne valamit kezdeni. A fűbevel el fog egyébként tűnni a karakter, csak a arcot akarom elkapni valahogy a karakternek egyébként, ez a célom. Legalább arcot kapja meg valamennyire. Bőszint az úgy is tudom változtatni még. Az változtatható.
Milyen legyen aja, csávonok. Kezd alakulni egyébként a karakter, jelentem. De még mindig nem tökéletes. De meg lesz az is. Nagyon sok új aj van a játékban, tehát én egy olyan szeretnék tenni, ami kb. Fél meddig aktuális. Szóval főbb, már tüntesd el, könyörgöm. Nagyon jó, hogy eltüntetted a fülbevalót. A ruha is borzalmas egyébként, ami rajta van. És ó, olyan, hogy néz ki, úristen. Na, megvan mindennek a kinézete, de ez szörnyű. Úgy néz ki, mint valami szörnyűség egyébként. Nézd el, hogy néz ki. Hát a testével egy... Ah, mindegy. Kap majd egy rendes ruhát is, mert ez így nem jó. De... Úgy is kap egy szakat a karakter, tehát most mit mondja erre, tehát kap egy szakállat. Így nagyon jó. De nincs már szaká, amit tudok neki adni, de azt, ez jó lesz. Ajaz, lehet inkább egy kicsit egy kisebb kéne legyen. Valami olyan ajszerűséget akarok. Jó, egy jó a karakter. Legyen fehérbőrű szegény, ne olyan. És legyen egy szemüveg is a karakternek, mert én is az vagyok, ugye? Töké. Jó. Nem azt mondom, hogy olyan, mint én, de... Hát ezért ez túladás még. Ma. Utána jön a ruházat egyébként. Én inkább testakat, akinek valamit kezdjek. Egyébként ez is egy jó lenne a testalkata, valamit kezdjek, mert úristen, de sovány szegény csávó. Tehát ezt kéne megcsinálni testalkatot, ugye? Ez a fő cél. Testalkat a fő cél. Tehát valami sportosabbat adok neki, ha már így állóvilágban élünk. Azért ennyi izmosat nem fog csinálni, nézzétek meg milyen jó izmos. Vá! Zsenián néz ki izmoson is. De nem. Jó lesz ez. Tetovás nem lesz. És akkor valamit adjak neki, valami lúzokat, mert igazából rövidül gondoltam a játék kapcsán. Ugye nagyon sok, itt is nézzem én sok ruha van. Tehát elképesztő, tehát tánk, ez is milyen, úgy néz neki ezek a ruhák. Szörnyű van, jobb is, össze-vissza változik. Még az a felső még valami. De itt vannak ilyen trikók is. Van ilyen DJ-s is, na ez is egy érdekes opció. Van ilyen is. És akkor mi van itt, amit fel lehetne használni? Ugye van vámpír kiegészítő is, az is egyébként megmutatom mindentek, amely itt vagyok. Itt is van ez a vámpíros, ezt nem fogom betenni a vámpíros egyébként. De ez tetszik nekem. Vagy ez is, ez jó. Ez is szerintem tökéletes, és átadja a karaktert, aztán azonban, hogy most nyolc van is, hogy hát inkább nem erőltetem ezt a ruhát be. Vagy itt egy klasszikus ruha, amit egyébként egész sok karakternél használtam, ez az izé, ez jobb, jó lesz. Így jó lesz. A nadrág ügyileg az egyszerű eldöntés lesz, tehát nem fogok sokat. Vagy arra lesz fekete. Ez lesz kockás, így jó. És a cipő az... ne egy alapcipő, legyen már jó cipő. Ez jó lenne, de megnézem még milyen cipőim vannak. Egyébként csak egy karaktert fogok teremteni, aztán majd lehet még lesz egy a
következő részek kapcsán, azt hiszem, nem hiszem adásodgal, azt megcsinálom. Mert, de, ó, vagytok, én vagy. Nem ez a cipő jön. Ez a cipő túl rossz neki. De ez jöhet szerintem. Jó, szép fejlett cipőfejt a nadrághoz. Vagy legyen ez is ilyen vörös, akkor így kilóg egy kicsit, és érdekességként ez lesz. És akkor kicsit szabja meg a... Ó, de jó vicces ez a ruha. Zöldtönyét a csávónak, hiszen azért az... Igen, egy bit, amit kezdetek a Sims 4-ről, és ezt el is akarom mondani, hogy a Sims 4 egy érdekes játék, hiszen ugye a Sims 3-hoz képest sokat változott, tehát gyorsabb a karakterkészítés, tehát nem is a lassú. De mit a felső, addig egyébként itt nézem a karakternek a felsőt, tehát sokat változott a dolog, és hát annyit változott egyébként, hogy azért nekem jobban volt a Sims 3 kicsit, tematikailag és mindenileg, tehát az érdekes volt az a elképzelés. De úgy voltam vele, hogy most már tudom, hogy rég nincsen Sims 4-es tartalmas, a YouTube-on, meg egyébként a Twitch-en is nagyon ritkán, nem is volt nagyon, azt hiszem. De most itt volt az ideje, hogy most már legyen. Visszatérek rá, igaz, csak ilyen mellék alapon. Hol vagy? Jó vagy, cipő, jó az. Szerintem most egész jó lett a csávon a ruhái. De az a helyzet, hogy most mi a... ez lesz, és hát meg a Sims-nél is egy kicsit, hogy az milyen, a kapot azért, az vele ment, azért ez nem kell. És hát... és itt, ó, sport. Egyébként, ma a kiegészítő színen egyébként van egy plusz opcióm, amit nagyon nem szeretnék részhezni a játék kapcsán, tehát van egy opció, amit most nem fogok neked bemutatni. Azt érdem is fogom betenni. Tehát én úgy vagyok vele, hogy ez inkább maradjon, mert tudjátok, hogy mi a funkció. De hol van a... menőzzek már ezzel az emberkével. Ha már valóságban ennyire nem vagyok sportos, akkor itt legyek az. Szerintem. Azt a sportos csávó így, jó. Az alvóruha, de az a baj, hogy hát merjük bevállalni. Itt az alvóruha. Azt szerintem tökéletes, az nem is nagyon nyúlkolok, annyi, hogy masz eltűnt meg a bucsát, de ennyi. És ez a parti ruha, az is van egyébként, tehát a partiba is akarunk menni, arra is külön ruha van a játékban, ez nagyon fontos dolog. Ezért oda valami nagyon jót kéne adjak a karakteremnek, ami érdekes és dekorációs. Úgy néz ki, hogy megcsávol egyébként. De... valami normális ruhát kap, ugye? Na, ezt megkapja itt. Remélem van más színben is, mint piros. A kalap eljött. Ebben nem kell neki kalap szerintem, sapka inkább, de kalap egyáltalán nem kéne neki. Jó, ez a cipő ronda adta. Valami sportcipőt adok neki, hogy én nem tudom, mit kapjon. Így, és akkor kap egy rendes kabátot, vagy most mit mondjak neki? Milyen kabátot adjak neki? Vagy ezt kapja, hiszen ez jól néz ki, és jó kis kiruccanó cucc, nézzétek meg milyen jó, így fog kinézni. És az ide is jön a szemüveg véletően, úgy vagyok vele, hogy itt is megadom neki a szemüveget. Ami nem tudom, hogy okos ötlet, tehát ha valós dolgokkal játszunk, akkor mégis csak így legyen.
akkor a úszó cuccunk az egy kicsit egyszerűbb lesz. Most ennyi kéne legyen. Annyi egy órát kéne, a gyűrűzét legyen a kezéről. Kéne egy órát adni neki. Vagy valamit, hogy legyen reálisabb. És... És itt is lesz, de itt nem óra lesz rajta. Ilyen bulisat szávó, így van. Tökéletes eddig. Szerintem jó lett a karakter is. Aztán meglátom, hogy mit tudok kihozni belőle. Lehet, nem tudom, hogy hogy lesz. De így jó. Akkor menjünk át arra a pontra, ami érdekesség. Vagyis, ja, mutasson nekem egy vámpírbe, ha itt vagyok már. De ez egy élő live, ugye? Amit pont nem látok a francból, a vámpír. Ezt pont nem látom, de ide át fog jönni. De át kéne jönni. Egyébként itt nézem közben a streamer telefonról, hogy mi a helyzet. Hogy működik, mert... tehát ide tudok jönni. Ide. És akkor itt láthassátok ugye azt, hogy hogy lehet karaktereket úgymond megvá... Itt lehet sétás, és ugye ezt el tudom dönteni. Hogy legyen, de azt hiszem, hogy is volt ilyen. Itt lett vámpit azzalni, rosszul csináltam. Jaj, de ronda vagy te! Tehát ez a vámpír mi látás, ez a nő, most ez a nő lett. De az érdekes a vámpíroknál, hogy tud... Ez az adsz ilyen ronda nőnek, most mi az Isten van az adsz? Legyen egy normális arcot, te! Mindegynek ilyen csúnya arca van a vámpíroknál. Ufókat is tudunk egyébként tenni. Úgy is tudunk egyébként tenni, csak szól. Hogy látsz, mindenki egy csúnya arca van a ufóknál, én nem is értem. Na minden, ez a vámpír, mint látszátok. Remélem, ezekkel nagyon nem fogunk találkozni. Nem tudom, miért csinálják ezt a karaktert, hogy ilyen csúnya arca van a nőnek is. Másik karaktert nem akarok tenni neki. Ne, akkor nézzük egy kicsit a tulajdonságokat. Hiszen attól is nagyon sok minden függ egyébként, hogy ki milyen tulajdonságokkal fog bírni. És sötétedik össze-vissza, de... Most az a helyzet, hogy ki sötétedik és világosodik össze-vissza, tehát nem tudom, hogy sosem milyen időben, ezért nézzétek meg úgy, hogy most ez így fog működni. Most nincs annyira nagy fény sem. Mit is szeressen a karakter, ugye ezek a tulajdonságok vannak számára. Mert nagyon gépezünk, akkor valami tudományos pályára kéne őt csábítani. Tehát valami tudományos pályát kéne neki adni. Úgy. És akkor itt vannak több nagyon sok tulajdonságom, amiket hozzátok adni, legyen Inside, annyi családias, legyen barátságos. Vagy az ne legyen az, majd más legyen. Legyen géniusz, mert az mindig jó az ember az. Legyen sportos is, az egészséges. Egy jó kis álomvilág egyébként. És szeresse a... Miket szeresse a csába emberek? Azt tud, mi legyen itten? Nem, ez... Legyen ez, jó. A nevünk pedig, amit egyébként sajnos ti nem látok, én nem látok rendesen, Game PC lesz egyébként. Vagyis nem is. Legyen az. Nem. Legyen Game PC a neve, nem. Legyen valami normális neve. Nigel Bailey lesz a neve egyébként.
Jó, és azt hiszem még egy dolog nagyon mat, egy pár dolgot módosítsak hangjánál. Pardonni bej! Mert az nem jó, hogy a sétáit is. Oh. Ja! Nagyon sima járása. I'll pause. Meske frampi messa. And a prep kit up. Na ez a legdurvább, figyeljétek meg, ez a legdurvább. Lába, hefedroy. Zseniális, hogy beszél, nem ez lesz ma. Garashi, yabon zeskor. Algarez winkira. Yabbol aragaba. Várjunk, csak ez működik a többi karakternél is. Bernala. Úristen, de durva. Ez a legdurvább, ez a legdurvább egyébként. Ez a legdurvább, amit itt láttok, ez a karakter. Hát ez igen, értetlen. Hát rá kell adjak ennek a karakternek, hogy jaj, de durva te. Na így mondjad, így mondjad. Mondd így, beszélj így egyet. Flippy Sifruma! Ebony Sycophus! Finne Grau! Quaxenas Vobea! Jó, jó, ebben irányba nem menjünk el most. Yazid! Ravuda! How do you? Yorba Bay. What is Rainik. Ooh, from. Skinbo Jorm. Tökéletes. Jó, azt a nevet adtam neki, tulajdonosat kapott, ugye, és akkor annyi lesz, hogy meg kéne menteni a karaktert. Hogy ő létezik. És akkor elkezdődik a játék egyébként. Aminél lehet egy kicsit csalni fogok egyébként, ez nem biztos. Legyen egy kicsit több pénzű, na a kis pénzzel szarakodjak minden ügyességen. Tehát ez a papír itt lesz, pár csalási kóda egyébként, amit... Na, itt lehetett a városokat, azon egy kérdés, hogy most melyik részre is írjam a karaktert. Mert nem mindegy szerintem. Jóval viszem. Hova kerül? Jó, egy kis dolog meg kéne nézzek még itt. Tehát a célom nagyon egyszerű lesz, hova akarjak menni. Tehát, hova kéne menni ez a nagy cél itt? Tehát az a baj, Pix útban a kamera itten, de hát remélem, hogy átjárásnak addig lehet egy kicsit kikapcsolom, vagy leviszem, vagy én nem tudom micsak, de így jó lesz. Tehát, itt lássátok, tehát vannak ezek a városok, hova menjek egyébként. Menjek a Hollywoodosokba, valószínűleg vámpiokhoz nem viszem a karaktert. De itt ez a vízi szörnyet cucc, ez is olyan ér... Egyébként nagyon tetszik az animáció, amit itt művelnek, hihetetlen. De... Van még ez a település is. Van a város, van ez a kisváros cucc. Szerintem ez lesz az a kisükinges izé. Nézzétek meg milyen jó város ez te! Egyszerű és nagyszerű. Egyszerű és nagyszerű. És ugye ez a térkép, tehát itt tudunk lakásokat venni, vagy ez egy üdülőtelep? Ez egy üdülőtelep, azt hiszem. Tehát nem ide fogunk költözni. Ez a mi shopping tour. Ide az átokhozzá mennénk. Még itt sem. Akkor ez a városka maradt nekem utoljára, ez a nagy, itt azért tudnék költözgetni. Ja igen, ez a város egyébként nagyon hasonlít a Sims 3-ba egy városhoz egyébként. Most észreveszi az ember. De én most szeretnék egy házat venni a karakteremnek, hanem...
Fashion shop, meg minden maraság van. Ja igen, tudunk itt állatokat venni, igazából nem tudom, ennyi pénzünk van. Tehát abból kéne így, amink van. Tehát most ne egy nagy gigázam legyen egyből. Tehát az se jó. Költésileg. Miért nem? Várj csak. Egy kicsit csalni fogok, és akkor lehet lesz kis pénzem. És akkor tudnék költözni. De oda át kell menjek egy másik eszén, és közben lelőtt az is ide. Tehát egy kis pénzt fog nekünk varázsolni. Pont ezért. Tehát egyről ide költözök egy üres telekre. Amit itt látik, szóval az a baj, nem tudunk semmi nagyon ázat se venni. És akkor azzal adok még plusz pénzt az életemnek. Egy nagyon minimális költségről be kell így beszélni, nagyon sok pénzről. És annyit akarok növelni legalább egyébként a pénzemen, hogy tudjak házat venni ott. Ez a cél egyébként. És hát, ami nagyon lényeges... Most egy kicsit felnövelem, mert tudjunk gyorsan adni. Na, szerintem ennyi pénzem elég lesz ideig. Na, tehát egy kis pénzzel most már rendezsz a karakter. Hogy is oda volt? Tehát mot... Erről, hogy volt? Lode. Mot, er, lode. Na, ennyi... Ennyi pénz bőven. Ennyi pénz elég is lesz, szerintem. És akkor... Ez mi az a mövető? Mappra mentem? Igen, a mappra mentem, de igazából az a baj, nem itt fogok házat venni a karakternek. Mert úgy nézzük, kik laknak itt, tehát ez nagyon fontos. De úgy vagyok vele... Vissza kéne menjek a szigetről, ahol van a karakter, mert ez így nem lesz jó. Hogy házat fog venni a karakter valahol. Tehát ázat kéne vegyek a karakternek, ezzel most komment vissza is helyezem el a térrészre, és remélem, hogy jól lesz a dolog. Tehát van annyi pénzem, hogy tudok venni egy sima ázat, hogy tudunk egyébként fényképezni is, meg videózni is, meg minden ügyességet, de én úgy vagyok vele, hogy itt a telefon, ugye? Movaus. Ott sétál egy karakter. Ha látnátok, hogy néz ki az én, ugye, izén, tehát kézzétek el, amikor én például itt fent vagyok, itt áll, nem is látok rendesen semmit a izék miatt, de menjünk ide a szám izé városába. Most már annyi pénzem van, hogy tudok házakat venni szerintem. Valami nagyobb házat fogok most venni, mert annyi pénzem van. Ja. Ez üres, ja, tudnék költözni. Ez nem. Lássam még milyen házak vannak üresekbe. Itt lakik valaki. Ez egy egész nagy háznak tűnik. Itt nem lakik senki. Na aztán ez az nagy ház. Itt laknak. Itt
Nem lakik senki. Jó. Az az ház túl kicsi szerintem. Mennyibe telne az ház? Akkor... az a helyzet, bőven van pénzem. Az a helyzet. Tehát beváltnánk egy nagy házat is. Egyből. Egyből be lehetne vállalni egy nagy házat. Vagyis itt a környéken is simán bevartnék egy házat szerintem, gond nélkül. De hát meg kell lássam, hogy milyen helyzet emberek. Meg kell látni, mi van, mert... itt egyébként nagyon házat nem tudnék nagyon venni az a helyzet. Azt már nem tudnám megvenni. Vannak ezek a villák, de én úgy vagyok vele, hogy egyszer menjünk a nagyvárosi életbe, és ott fogok házat venni, ami biztos, az biztos. Vegyem meg ezt, ez olyan nagy. De lehet, hogy jó lenne egy ilyen nagy ház. Tudunk válaszolni, hogy mi, hogy költözzek, de szerintem jó lesz így is. Igen, tehát megvettem házat emberek, és kezdődik a játék, most már véglegesül, tehát most eltelik is idő, azóta most már jártatok rendesen. Megy az élet, az élet, az élet, az élet, az élet. Egy kicsit rakbendezés is fogok egyébként csinálni a mai nap, ez is terv része. Ja, vannak ugyanúgy szomszédok, tehát az is létezik a játékban. Itt is vagyunk, ez a házunk egyébként, furán hangzik, ugye? Tehát az irányítása játéknak ugyanaz maradt, tehát ugyanaz, tehát ez a mi egy házunk, durván néz ki. Ezt egy kicsit tuningolni fogom szerintem. Hát annyi pénz van, igazából olyan sok pénzem nincs már, ez a 175-t elköltöttem rendesen. De egy minimális utóköltséget rá kell szenni erre a házra. Azt hiszem itt egy opció, hogy a kamerát fel tudja vinni teljesen, és akkor könnyebb házat tuningolni. Lássátok? Úgyhogy ott innen néz ki házunk, amit tuningolni kell egy kicsit. Köszönöm szerint pár szobát át alakítanék. Egyre, ami nem kell, azt el is adnám. De hát van két fölösleges szoba. Itt lesz állószoba. És akkor itt lesz a munkaszoba. Vagy olyan be... Igen, nem. Ez lesz állószoba, vagy nem is tudom. Vagy ez lesz a munka, és ez lesz álló. Vagy nem tudom, valamelyik lesz az egyikből, az a lényeg. Ez a szoba egy raktár lesz, akkor... Na, tehát kicsit elment az utc itten. Na, akkor konyha az tetszik, az maradtat. Konyha az maradtat, az nem okoz senkinek gondot. A fürdőt azt lehet egy kicsit tuningolni, mivel most lehet visszatér a rendes nézetben. Na, tehát itt van, és akkor a fürdőt azt lehet egy kicsit tuningolom. Kicsikét. Persze, hogy belefér a költségünkbe.
Hogy is mozgatom a tárgyakat? Mert ez így nem jó. Úgy néz, oké. Jó, akkor legyen egy rendes zuhanyzó is. Legyen rendes zuhanyzó is, mert azért ez vicces. És ott mi van? Ott a WC vagy? Ott van a WC vagy mi van ott? A franc van ott. Ah, ott a WC. Jól eldugtuk. Jól el lett dugva a WC egyébként, mondom. Na, akkor ez a fal is mehet. És akkor... És ez egy kád is. Ez a két cuccot egybe szeretném megvenni. Voilà. És pár ilyen kis pótocska is jó lenne. Ízéses konyhához, nem? Mégis a szegény le akar csávba ülni, akkor csak legyen elje, mert... kagylón van, és akkor kell egy tükör is, mert az nem is volt, azt hiszem alapba a sáznak. Ne, nem ez a tükör lesz. Valami vagány tükört akarok ide, mert ennyi. Nézzétek már milyen jól lett a fürdő, tehát ez szépség. Szőnyeg azzal nincs bajom, az az egy maradtat. Na, tehát így néz ki a maga a fürdő, a lámpákat is ki kéne cseréljem. Ez csak a végés szeretném. Akkor nappaliba vennék egy tévét szerintem, a szereti jó izából. Egyre úgy néz ki a dolog, hogy ez a ágyat egy kicsit módostanám. Mondjuk az egy összetén nincs annyi bajom, de meg kéne nézni egy kicsit dolgokat. Egyébként tudom, az a rész ilyen lesz, tehát itt igazából beindítsuk az életemet. És akkor utána majd tényleg lesz itt munka is, én minden majd nap úgy tervezem, tehát azért itt szeretnék egy még pontosan, tehát még mindig csak egy órában vagyunk, tehát össze kell összerakni a dolgokat szerintem ahhoz, hogy képes legyen az MB teodogulni ebbe a játékba, tehát azért még szeretnék egy jó kis lakást összehozni. Egy új ágyat fogok venni szerintem. Így. Kb. Az ágy pozíciával elégedett voltam egyébként, most úgy beszélek, tehát tényleg az szerintem egész jó helyen van. De mondjuk azt igazából tehetném egy kicsit közelebb is. Hogy ne egyből ott legyen, mert az se jó. Az is élet vagyok, tehát az is maradt ad. Na nézzem milyen izék vannak, ilyen cuccok még ide. Vagyis nem, ez is mennek. Egy lakásom hozni, ami jó lesz, ez a lényeg.
A gépet azt az jó helyen van, egyedül a széket cserélem ki. Jó kis székcsere, az jó jönne. Ja, de nagyon sok tudsz van itt, tehát azért minden esetben nem tudunk megvenni. Még igen, de azért kell gondoljuk is, hogy vagy szerintem a költségből szeretném fedezni a további áruköltéseket. Tehát itt azért vigyáznom kell. Szobafestést nem hiszem fogok, itt egész tetszik a szobafestés is. Konyát azt nem tudom mennyire, ez a szoba nem tudom, hogy összetém ilyen sorsa jusson, de szerintem itt megszűnik az ágy funkció. Ugye kitok valami funkciót szerintem, a mirodát vagy akármit eddig üres szobának, vagy edzőtermi szobának is tökéletes lehet. De meglátom, hogy mi lesz a sorsa. Tehát itt van egy polc, úgy látom, az nagyon jó. De akkor is ide lesz a tévével egyébként, ez 100%-os, egy jó kis tévét azért vennék. A karakternek, tehát ide a tévét rá. Csak ide egy tévéje. Na, és akkor itt lesz a polca is, tehát itt igazából csak inkább éljen, aludjon ebbe a teremben. Lámpák közül mi a helyzet egyébként? Ez is nagy kérdés, a lámpákat hogy tudom megoldani. Kapjam egy növényt, na, tehát ez. Egy kis növénye legyen neki, na. Jó, és akkor itt kell neki egy tükör is. Legalább egy tükör legyen a csávónak. A szőnyeget azt lehet kicserélem. A gép az, nem tudom, az szerintem tőlöm. És akkor jöjjön rá egy másik gép. Ami lehet, hogy itt két gépem lesz. Úgy. Akkor itt lesz ez a term, és akkor ezt a termet valami edzőtermé fogom alakítani. Vagy ilyen szobává, és akkor így meglássuk, hogy mi lesz. Attól függ, milyen munkáját szerzek a karakternek, tehát addig ez a term üres is lesz. Na, tehát ez így a szőnyeget, az a, amit kezdenék valamit. Vagy a padlóval tudnék valamit egyébként kezdeni. De a padot is tudnék cserélni itt egy kicsit. Így a padlócsere is lesz 100-ba. Kis padlócsere sose álltott az embereknek. Fekete a legdurvább, de az nem tudom, milyen padlótek karakternek, de szerintem ez a fején jól néz ki. Vagy ez. Legyen ez. Szobákat ilyennél fogom alakítani, úgyis itt nagyjából semmi nincs. Ez vissza ingyenesen tudom csinálni, az is kicsit érdekes, ugye? Ez ingyen lehet csinálni, nem kell attól félni, hogy most. Vagy nem is, akkor inkább elletérnék rá, és akkor itt lenne. Ugye ez szabás úgy tudom, használni, és akkor így ez így jut. Jó. Tehát, akkor ez így megvan. Akkor jön a nappali. De azon, hogy kell éljen pa is.
Tehát kéne ilyen lámpa is szegény csávónak. Na jó, érdekes a helyzet, mint jól lássátok. Szobafestést, azt nem tudom, kéne. De szörnyet azért vennék ebbe a szobába. Olyan szőnyeg. Olyan a francban a szőnyeg, amit fel tudnék használni. Azt nem tudom. Kap egy ilyent ez. És akkor egy fél szőnyeg kéne ugyanúgy egyébként. Jaj, nézd neki. Jaj, de a szőnyeg lépjen csávó, de ez nem is tudom, hogy ki. Nem kéne semmi. Jó, így jó lesz. Ezt mondom, van egy is. Tehát így néz ki, tehát itt kéne még a padlót kicsit majd megcsinálni, és akkor... jó, itt van a lámpák tényleg, azok is kérnének. Hogy ne legyen szép jó környezet a csávonok. Na jó. Tehát akkor jön ez a terem itt. Igazából az van, hogy lámpa eltűnt. Na, akkor ezt csávot fel kéne ébreszteni onnan. Ó, elég szép ez a tető egyébként. Azt kell, nézzétek milyen szép a tető. Zseniális, zseniális tető. Na jó, külön nappali megszerkesztése. Tehát a napit meg kell szerkeszteni normálisan. A bárput az marad, szerintem is a élt központ is jó lenne, tehát az is egy ez. Szerintem egész korrektül néz ki. Na, valami jó kis nappalit tegyek össze neki. Valami olyan nappali, ami kényelmes, igazából azt néztem ki karakternek, egy jó kis nappalit. Téve az egyetemit, ugyanitt lesz, tehát ez nem is lett kérdés. Tehát tehát így. És lehet, hogy is közel fog kerülni most, hogy ne. Ugye sem szegény szerencsétlennek, aztán legyen egy... Ja, de ezek már viszik a pénzt. Lesz egy izéje, aki lehet, hogy tudja tenni a cuccait. Zseniális itt, jaj, nagyon jó, és akkor ezeknek lehetett szintolni, nem? Inkább ez ne legyen fekete azért.
legalt fekete nap. Jó. És akkor jön a tévész cucc. Ami itt van egy ilyen jó kis izé, és igen, igen egyébként ez ilyen folyamat, amit itt láttok, hogy ezeket megképítsem. Tehát ez most erről szól, az egy óra, vagy nem tudom mennyi. Színsz medez, és aztán elküldöm melóba, meg... még ha tetszik mindenkinek a stream, és látok benne, hogy jó, és mert hogy csinálni, akkor még lesz még egyébként. Mindenképpen akarok akkor még ebből részből is csinálni, de igazából most azon vagyok, hogy ezt rakjam össze. Így is van, tehát vagányú néz ki itt a polcom is. Igazából a festéseken nincs annyi a bajom érdekes módon. Tehát a szállszoba az meg van csinálva rendesen. Még ezt átfestemettem egy kicsit, és akkor ez is megvan. Tehát nem lett olyan nagy baj ez azzal, mint itten volna. Itt egyetemben egy falas tévé lesz, itt most itt. Így is mit csinál. Azt a mindenét, nézzétek, milyen tévén van. Wow, ezt figyeljétek. Na, ezt ki kell nyomni egyébként. Tehát most már tényleg nagy plazma tévét vettem a szobába. Remélem, hogy kiúzza jó ideig. Jaj, az ablak miatt nem tudom úgy tenni. Igen, így néz ki éppen táz rendesen. Fontos, Tony, tehát így néz ki az, amikor nem veszem ki azt, hogy most itt mutassa. Tehát itt ez a raktár, szerintem itt egyelőre ez a raktár, és ki fogom alakítani. És akkor így még pár dolgot leteszek ide. Így fog ki, itt így néz ki ugye, és akkor itt ezt van irakta, és akkor lehet, hogy meglátom, hogy milyen munkát vaszk a karakteremnek, ez attól függ. Attól függ persze, milyen munkája lesz. Hogy mi kerül abba a terembe, az még eldől szerintem a részek során. A konya szerintem egyedül, amíg ez és a gáztüzei fog megújulni, a többi nem hiszem. De hát... mikor ez legyen egy kicsit modernebb. Most egy kicsit rápázott nagyon a projektekről, hogy legyenek jó cuccaim. És hát ennyi kéne egy konyára. Akkor villanyra kéne költeni még. Villanyköltség is jó lenne. Szerintem az lesz, hogy szerintem lesz egy áziállatka. De nagyon gondolkozok azon, hogy örökbe fogadjak egy áziállatot egyébként. És azt meg is fogom szerintem tenni. Ugye egy állatot örökbe fog fogni a játékba. Legyen egy kordbász a játékmenet. Csak azt induljon a játék, az a cél. Jó, és akkor csak a villanyra szeretnék most költeni nagyjából. Tehát, na, a másik szoba, az kb. Jó áll eddig. Stabilabban vagy nem? Mióta megy tényleg a stream? Jó, egy alatt összerakom ezt a házat. Na tehát ide leszek pár cuccot ki. Polcot meg stb. És akkor utána még aztán is kezdjük. Egy ilyen modern, tehát ez ilyen...
Olyan lakás, ami jól ránézni, tehát ez létezik. Várj, kéne egy Xboxot vegyek, el is vetettem. Van Xbox vagy valami. Zenekütyű is kéne. Jó, zenekütyű akkor megvan. Akkor az a baj, ezt ha beveszem, akkor a szomszédok jönnek és panaszkodni. Tehát akkor azt nem kéne megvenni. Van itt még kis kazetta a másikba. Ez mi? A DJ pultot is tudnék egyébként venni érdekes módon. Jó. Pár festőnézét vennék falra, vagy valamit. És egy kicsit promozzam. Ah, ez a ma a kinti folyosom? Nem, ugye. Ez a kinti folyosom. Nem, ez jó, oké. Ez lesz a nyugi szoba egyébként, most eldöntöttem. Tehát itt fogok ilyen posztereket venni a falra, meg ilyen... Úgy jó lesz. Na, majd ellátom mi lesz ott. De hát a fürdő jó, ez megvan. Akkor nem tudom venni egy Xboxot semmit. Mert régi játékban volt Xbox egyébként, ezt mondanom se kell. Veszély egy kutya, macskát fogok szerintem venni, tehát veszek egy macska almot neki, előre. Mert hogy nincs teraszunk, tehát a macska az itt kell játszódjon kémtenül. Na jó, tehát szerintem így akkor csak az ebédlő maradt. Igazából csak lehet, hogy a színeket módosítanám, mert az annyi bajom nincs. Annyi ott, nem tudom, de nem lesz tévé szerintem ebbe a szobába. Vagy ugye ebben a szobában lehet, hogy nem lesz tévé. Az is egy opció, de... Ez a botta nagy tévét nincs. Értem, egy kis tévéket felszereljek. Szerintem, de nincs értem, egy kis tévéket felszerelni. Max, ami lehet, az a lesz valami hangszóró típusú dolog, tehát az megtörténet. Wow, ezt megveszem ember, ez kell. Foglalkozom zenével a csávó itten. Hát ilyetetlen vagyok, ugye ez egy zeneszobám. És akkor veszek egy izét, fotelt ide is. Ami itt kivételesen nem. De én más veszek. Ez lesz, vagy nem is tudom milyen polcot, ez lesz. És akkor pár polcot ide veszek, és hiszem ennyi lesz a költés. Mert
fontos, hogy ennyit költsek. Tehát most úgy vagyok vele, hogy egész sokat költöttem. Vaj, macskagyat is kéne vegyek, nem? Vannak itt macskaágyak is. Macskát fogok szerezni, akkor muszáj lesz ilyen cuccokat is beszerezni, mert... Jó. Pont nem látszik a kép miatt ez mi akar lenni, de... Jó. Szerintem így kb. Fel lett a szoba. Annyi, hogy pár szekrényt ide... Lehet, hogy megvennék. Legyen még jobb. És a lámpa fények egyelőre maradnak szerintem, vagy azokat is. És kicserélhetném, ha már itt vagyok. Valami jobbra kéne kicserélni. Mi is tudom, adjuk ezeket a lámpákat, nem látottak semmit. Na jó, most már elkezdek játszani tényleg a játékkal. Tehát itt vagyunk a színzbe, mi lássátok, ázat feltuningoltam, amennyire lehetett. És megkérdezem, hogy őbe tudnék-e fogadni egy kis állatot. Ez nagyon fontos. Ez sem munkát a karakterünk, hogy legyen melója. Új, tudunk pedig csomó munkát életbe fogunk fogadni. Ugye a Sims 4-be egyébként, ami nagyon fontos tudni, hogy van olyan munka, amit élőben is nézhetünk, tehát nem az, hogy elmegy is a Simünk és ennyi. A videó kedvét, a Sim kedvét lehet egy olyan munkát fog bevállalni. Ugye ez a kettő van, a kutató meg a detektív. Igazából ezek a melók léteznek. Én úgy vagyok vele, hogy legyen érdekes a doktor, legyen rendőr a karakterünk. Itt ilyen meddig dolgozik, rendőr lesz a karakterünk. És az lehet, hogy nagyon... Nagyon feljussult az időpont, ami nem jó. És ott tudunk örökbefogadni állatot? Ez a nagy kérdés.
Mert biztos van opció. Így szervíz. Lássam, hogy a szervizet ívom. Mi? Na igen, jó, igen, igen, el tudok adni állatokat. Kell egy macsek. Kell egy macska nekem. Kell egy macska. Ez őket tudom megbefogadni. Igen, én tudom kreálni is macskákat magunk mellé, de mivel nekem ugye nem kreáltam macskát. Ezért ez a helyzet. Miért utálja mindenki a dolgokat? Kicsi macskák, minden jól látom. Ez adult már, adult macska nem hiszem, hogy kéne. Ez mi, ez mosómedve, nem? Ő tökéletes lesz nekünk. Ugye azt hiszem, hogy is hozták az... Hát ott őbb is van. Menjél beszélgetni! Beszéltek, hogy miért vettek, jó álltó? Most hát egy beszélek. Gyertek! Gyertek be! Mindenkit fogadok, gyertek! Veruna Floba! Fuba Torka? Hogy te a macskámat? Baszki, elrontott a macska hívást. Nincs macskám. Na jó, újra félöm a szolgáltatót a macska ügyben. Ez így nem buli. Ez az a macskámat a balancba. Na jó, gyere ide macska, Nixon vagy. Hát csinálod vissza fa minél és elsz a macskánk ez. Nice. Yarba. Yip yip yip. Zagu zagu. Hogan. Knife loof. Oh, Sanjiba. Hogy kell neked fizetni, vagy mit kell? Sleepka. Oh. Huh? Fino sabatne. Ya floor trib. Galpa fateb. Benopa campe. Beszélj a macskával! Jó lenne itt egyet menteni. Jó tenne nekem is, mert akkor nem tud elveszni az adataim. Meg kéne egyezni a csávóval, hogy milyen a macska ügy.
Én a macskát megvettem, köszönöm, de még nem tudom irányítani a macskámat. Tinoba's Wong. Goni. The North Save Pando. Toe Koopa Chan. The North Sea. Oh. Ne vidd a macskámat! Na jó. My menu. Ez így van menü, és visszatöltöm ugyanúgy, és a macskát megveszem. Rendesen. Mert nekem ez a macska kell egyébként, őszintén. Nekem ez a macska kell. Nekem ez a macska kell egyébként, most vicc nélkül. Most csak kell. Gyere macsek! Megveszlek. Csönő! Hogy lehet az állatot megvenni? Sibunat horrible farbe. Finoy cho. Clashing. Ah, Bebson Nikoi. Ah, Yibzi. Freude behind. Hogy lehet az állatot? Mikor lesz én végre és a macska? Lymphia Zerpa, Lahoyne Fubame, Shabini Jabid, Turp System, Shema Corbeth, Chabin Durkeem, Oh, Quapo, Vanuka Doi, New Beam, Ifla, Risla Kumbar, Sanzibi Tuwabe, Imphalna Seraphi, Kalu Pizoy Brabani. Mit kell csinálni vele? Hol lehet ezt az egény átot örökbe fogadni meg? Hogyan? Naifluf? Stoos and Jiba! Menj budizni a majom, azzal nem újjék. Valamit? Rabla Payfin Kwofi. Oh, Harpanoosh. Most itt egyet mentek megint. Szép, ugye? És megnézem mi a helyzet, amikor azt mondod, adopt. És akkor készítettek meg is enném a macskát. Oh, így ez. Tökéletes, ennyi lesz a macsek. Archimedes, nem Archimedes lesz, de mi legyen a neved? Hópje. Az lesz a neve egyébként. Neki ez miért? Tehát... ne csináld. Ja, nem. Sam, ez lesz a neved. Sam a macska. Nem Liberty. Sam Liberty. Kell menjen vécé, Sam Liberty. Akkor menjél, ott van. Olyan tette neked vécét, ne vihetsz. Sam
Sam, mi a helyzet veled? Szemmel jó viszont kéne ápolni. Kéne még pár cuccot venni Szemnek szerintem. Szem még pár cuccot kéne kapjon. Az a érzésem. Úgy Szem, és akkor még kap egy ilyen kicskát receckét is, amit valószínűleg ide fog tenni. Kapalófát vettem neki, ugye Szemnek, játéka van Szemnek, egy ilyen botot veszek. Ez a kiső területe lesz. Szem kis területe. Na jó, tessék, ennyi. Szem, most már van... Mi a baj, Szem? Ott a vécét használd. Várj, ennyi már inventoriában van, nem? Dag-dag, Jomis! Szem, ne vigyázz, hova kell mennyi vécére, Szem? Úgy, menj el. Szem, neked ne ügyéskedj, Szem, neked vettem izét is. Melyik a vécé Szem neked? Könyörgöm. Szem, most már... Menj már vécézni, ott a vécé Szem, kicsi macsék. Szem és én kalandjai egyébként. Ügyes vagy Szem. Nem lesz Szemet játszani, vinni vagy valami? De édes, a Szem elfáradt. Szegény Szem. Mondjuk ágya van. Szegény, menjen aludni, mert onnan megy melózni. Szóval itt el lesz boldogan. Szem is alszik, csak hol van Szem? Aj, de szépen alusznak, nézzétek már meg. Zseniális, Szem, hogy alszik.
Olvasd, zajlik. Szemogy alszik. Mindenki csak alszik. Akkor mit fogjuk adok az egyik izét, mert fontos lenne eladni. Na úgy. Szép pénzem is legyen. Ó, már aztán fel is kelt. Szem fel is kelt. Kicsit rossz fel, fixemeltetek felül a full kedveket, ez itt ide felhozom, jobban lássátok. Na, tehát így jobban fog látszni minden szinte. Szemi a francot csinál most. Foglalkozz a macskával. Tak, beszélj a macska, aztán ráérsz enni a rendőrségen. Archie, mit nyomtam meg én most? Elmentem valahova most reggel, oda tettem szemet egyedül, de mit a francot nyomtam meg szemném? Komolyan, ezért eljöttem ide. Haza megyek a macskámhoz. Aj, buli van! Ziaga. Oh, Bisha. Free bono. Veszélyesek emberek. Warba Taranga. Na jó, mennyi az a jó, mert... Mennyi az a, az a kín? Nem, a szemmacskát nem viszem. Akkor szem az a fog menni, mit mondja? Ne menjél mulatozó erő, mert az a kéne menjek szemhez, jó? Az hiszem szemet is, akkor ennyi ez. Az hiszem szemet is. Hú, tehát érdekes módon akkor itt át lehet járni más vasokba. Ugye a Simpsonban nem létezett ilyen módszer, sajnos. Még korábban. Na most egy kicsit mérges a csávom, de szem is itt kéne legyen. Ó, és így nem tudok csinálni játékban. Jó, jó az. Na, gyorsan egyéb valamit a meló előtt, mert... Csinálj egy ilyen, aztán mennyi dolgozni. Még mi a francét vagy? Hm.
Ajna. Akkor szemet ott hagytuk, nem ellenes probléma. Szem ott maradt, és nem ettem semmit, az a baj. Nagyon kéne ennek valamit, most már felmegy a kantinba, akármit is beszéltek. Van a kantin. Úgy tudtam, volt egy kantin is, nem? Nagyon éles a szegény karakterem. Itt van, valami tud enni legalább, mert szóda vagy akármit, csak az a baj, éhes a karakterem. És nincs is semmi ütő. Az a baj, nem tudod enni semmit a karakterem, és nem jó, a vég lesz. Jó, az lesz, hogy... Nem tudom elvinni valamit egyen a szegény, tehát... Ja, én nem fogok visszamenni szemmacskára, hogy mit csinál, az nem evett szegény karakterem. És nagy emiatt halljon meg nekem aztán. És még fáradt is szegénykém. Jó lenne. Restaurantig jó lenne elvinni a csávó, de... Csak életú, tehát felismerni is itt a folyamatot emberek, és akkor eszünk, és akkor visszatérünk jobban el, mert szegényki ki fog készülni idegileg, nem ez azért is semmit. Jósan letelik a munkanapja, aztán megy az a... Mondtam, hogy evett a csávó. Mondtam, hogy evett a csávó, akkor nincs probléma. Suna! Well, no. True Bay Inta. Csak fáradt, mondjuk az a legkisebb probléma szerintem itt. Panib? Oberoiv! Chankina! Kifaggatom őt. Gyerünk! Amit melózzál is. Úgy látom, hogy ettél, nagyon, most nagyon fáradt vagy. WC, van WC, menj WC-re, nem tudsz menni WC-re, fiam. Menj, használ a WC-t, gyerünk. Az van, nagyon fáradt a karakterem, mint jól lássátok.
Most meg ki fog dőlni szegény a námos. De ugye, igazából azért ez gyorsan állítva a munka folyamat teljes mértékben. Majd onnap te kicsit feltöltöm energiával szegénykét, mert... Mert szegény el is adott a munkájén. Fú, de fura, te azt kell munkájén a csávó. Na minden, ugye ki magát, ameddig az a kell menjen. Izgalmas napok egyébként, de hibáztam a Simpsonet, ami nem túl jó. Most ez vége éppen a napjának. 5-kor vége is az a tud menni. És akkor lefektetem aludni szegény kölyköt, azt a macskát remélem majd nem zavarja. Szegény csávó, nézzétek, hogy alszik. Menj azzal, és aludjál. Nagyon kicsit kerestem, majd nap nem tudom semmit. Nem csak semmit akartam, tényleg a belgondok. Ilyen semmit nem műveltem. Nem, de azért hiszem levetem, és akkor egy kicsit kipihenten fog jönni, a szemmacska az biztos itt van boldogan. Menj aludni, a macska ugye kaja szinten, van kajája a macskának. Mindenki alszik, úgy látom, hogy mindenki ki volt dőve. Jó, ez jó fog tenni neki. Ez jó lesz. Ez jó lesz. Ez a... Mit akarsz? Beszélj hozzá, mert... Játsz ugye a macskával? Menj játszani! Menj visszaludj ki magad, mert aztán ki, nem alszod ki, aztán... Bajom lesz másnap. Tökéletes. Én nem tudom vinni a macska miatt. Mi a baj, macska? Te ugye játszasz itt, remélem. Most mondjálsz kölyök szinten, jó? Van izéje, akkor zusoljon le. Az a baj, hogy este dolgozik a csávó, és a ébren is ezzel nagy bajok lesznek reggel. Ó, oh, az ilyen duplán. Jó,
akkor itt nézi ezt a izét a csávó, ezt a... Nem szól. Zene hallgatás. Aztán tudok már... Két számlista, nézzétek már meg. Nem szól be ezért semmi. Hol a macsek? Jövök játszani veled. Játsszál kicsi szemmel kicsit. Mi a baj? Átadjám. Kicsit jobban visszafektem aludni. És aludjon, ameddig jön a munkaideje. Mennyi volt fáradt a csávó? Mennyi volt fáradt vajon? Nagy kérdés ez. Ugye kaját kapott. Mindegy. Hú, jó megy ez a szív itten. Na most aktívabb vagyok, lássam, hogy állok minden téren, ott a macska, ott van az. Jó, most egy jó napot tudunk zárni. Valami melót azért csak el kéne fogadnom. Kifoglak téged. El lehet őt zárni. Rohadt képet fogok csinálni, gyere! Gyere! Oh. Mi van? Hello, Nigel, you know, man. Most miért megy el hamarabb? Na mindegy. Nem vagyunk jó rendőrök, mert megint elmegy a marsitről. Most miért megy el hamarabb erről? Hol megyünk? Nagyon, igen, érdekes a telefon is egy új dolog a játék kapcsán.
Miért ment ilyen a maradt cégtől? Majd nem látom, hogy hány éves az a nő. Talán ugye jó. Ez kész. Na jó, érdekes. Na, itten. Miért elmondom a munkahelyéről? Én ezt nem értem egyébként. Na mindegy, eljött hamarabb. Onnan vissza egy is dolgozni. Nincs gyorsú falnapot. A macska mit csinál? Ó, üljtsem ki a cucait a macskámnak. Ha ez így adott, elviszem enni. Valamit eszik legalább a csábó. Elküldöm aludni. Szerintem esküszöm fel fog venni egy szalapincért ide, hogy gondozza a macskát, meg mindent. Ja, édesen alszik, nézzétek már meg! De édes ez a macska. Felkelt a csába, mert kell buzizzon is. Ja, oda piszkított a pofátlan, hogy... Mi csinál ez a macska? Mi csinál ez a macska, na? Mi zajlik vagy benne? Miért zenégetsz ilyen? Erősen, te szomszéd! Hey!
Clue. Nincs villany a macskának. Ne vitt, nincs ennyi macskának. Jó, legyen a macskának. Ó, nézzünk tévét. Sims TV. Jó, a másik a story, így kell nézni. A Sims 3-on. Mi a baj, másik? Játszódjunk. Instagram pedig fogunk csinálni, mert az úgy szeretjük. Gyűjtsük a falábólókat. Gajákat tettem neki. Még este van, de... Ó, Szennek szűnapja van. Hát olyan gyors. Szen! Hát ez szemes szantaszkus dolog szemtől szűn. Hogy tűnt szem? Rátulán, mi? Szem, állj már meg te. Nem, mert szerintem aztán szemben foglalkozik. Ki jött? Megírlak ti egy. Ez egy vámpír. Fogadom. Ronka a dúlt, ne ügyéskedjél már! Ki tudna te tenni, nem? Milyen gonosz vagy te? Mit képzelsz? Elszem a macskámta az időt! Flari Griha, Galba Limna Glenk. Most utálni fogja. Arbel! Nem baj! Kojba! Krasen a chip to yo! Bleach de Borg! Orphan! Kabura! Klefe te Brennetu! Ki kéne dobni őt a házból? Oh, be
Yugavab. Fubinib. Huh? Man, yeah. Mondtam, hogy a temőt a házba, és nem megy soha. Nézzétek már meg. Miért nem akar menni a vámpír? Mindegy, a vámpír eltűnik úgyis egyszer magától. Beszéljünk van... na. Ügyes vagy, Sam? Jó érzed magad, Sam? Miért oda piszkítasz te? Auna. Zacsit a vámpír. Mi? Oh. Chima Parstube. Mit csinálsz, Sam? Neked mennyi ide van még a fejlődésedből? Hozzuk egy lánymacskát mindjárt, Sam, jó? És akkor lesz kiskölykünk, jó? Na. Menjünk be, aztán szerintem ennyi volt mai rész, a munkanappal rendes módon lezárom, aztán szerintem ennyi lett a mai rész, mert nagyon sokat időt eltöltöttem már így is a résszel. Ügyök fel, hogy egy munkanappal rendesen lezárok. Be is fejeztem végleg. Zárjunk le rendes munkanapot, ez a lényeg egyébként, most amíg dolgozgassak, tudatgassak. Dolgozna a csávó, keresen pénzt végre. Ez mi? Hallgassam. Ez egy falkos ember, vagy mi az? Csette ezt, te miről... Ja, idejönnek csetelni velem, az új. Na, gyerünk. Snoop! Ah!
Később, most munkázok, jó? Menj dolgozni, most már valamit. Ki vagy? Még Amara végzek. Nem létezik. Mi a franc az Amar végzés? Na mindegy. Ezeket ki fogom a következő résztől nyomni. Mert nagyon kevés pénzt szerzek a munkával. És lehet, hogy a következő részében kicsit erre figyelni fogunk. Itt van szem is. Az kell lánymacskát szerintem. Nagyon úgy tűnik nekem, ha te hozzá egy lánymacskát szeretnék hozni. Az igen, hogy ilyen. Várjatok? Még ez egy jó biznisz. Már eljöttem megint a mama munkájáról. Szuszó! Akkor... Szerintem kell lánymacskát is. Szerintem. Azt hiszem, szemője fiúmacska. Szerintem kéne lánymacskát is neki. És akkor megszedi a lánymacskát, és akkor lesz egy lánymacska is, és akkor lesz kicsmacska is. Szem ölömére. De egy küld kell hozzak, mint szem, tehát fin job. Off service. Várjál szem, mert... Kapsz valakit, jó? Ugye azt szórakozni, na lássam, lánymacska van itt. Adod, hogy felnőtt vagy. Kicsi macska is, nem jó. Ivan Kokót, ő lesz az új macskánk egyébként. Hiszen nem fog unatkozni. Meg is ezen gyorsan a macskát tőle, Kokótól. Feladtam is a macskát szerintem. Adopt, és akkor egyből lesz két macskám. Koko, regisz! Mi van? Jött egy kis macska is vele együtt, vagy mi a francia? Jaj, volt egy kis macskája Kokónak! Az ki vagy te? Yasharu! Őt is adoptáljuk. Miért ne? Tessék, ögyeim, soim! Nem kapott barátokat.
Clean. Akkor clean ezt össze. Ez nem kismacska, ez kié? Aztán akkor Maggie-t elviszem. Adj meg így. Franza ment le megy a lépcső. Csak kérdezem. Jó, akkor van egy jobb ötletem. Akkor meg itt fogom visszaadni a rendszernek. És akkor marad az a két kismacska. Itt van a meg, így nem van, de... Jaj, egy gyereket is. Ajna. Nem játszanak együtt? Én kérdezem. Tag! Pempa! Ho ho! Yibs! Nem játszanak együtt? Skuma. Elnézést, csak én nem kicsit valamit. Hogy lehet átakat visszaadni? Téged... Koko nem ki. Vigyél Kokót, kérem! Sajnálom Kokó, de nincs mit csinálják, nem tudok a nyomásokat fenntartani. Én marad két kis macskám, ennyi. Takarítsam össze, gyorsan fizetsz. Fenyküdjön aludni. Sleep, most két macska jó van. Milyen macsa, csak kíváncsiságból megint. Ő ma, ő jó, ő az jó. Mi van? Miért nem hagytok aludni?
Я не обойди темочки. Jó, fel kell vegyek egy az... Na mindegy, ezt zárjam is le, mert fel kell a csávó. Tehát, ezt mentem. Ezt mentem, és akkor damal folytatjuk a kalandjunk. Remélem, hogy tetszett mindenkinek ez a Steam, hiszen nagyon érdekes volt. Tehát Sims 4-en foglalkoztam egész végig. Két órás időtartamba. Ami... nem kicsi volt. Nagyon jól adtam a sztorival is, tehát elkezdtük van munkahelyen, most már van ugye zenéke, ízéke fog karakterem, meg itt még van pár kisebb funkció, amit még látok majd, és ismerkedtem is már. De majd a következő részben máshol fele megyünk. Tehát a macskákból ugye már kettő van, ugye három volt, de most már kettő. Tehát... remélem, hogy jó lesz ez a dolog is. Hamarosan majd jövök vissza. Tehát nagyon fontos, hogy a simstreamekkel, de azt kérdezhetek, hogy ez nem lesz olyan sok azért, de megpróbálok egy kis tetett szállat kialakítani attól függetlenül. És aztán elkezdjük az élet a játékba is. Na mindegy, hamarosan ott találkozunk majd. Nem tudom milyen streamben, remélem, hogy ez tetszett nektek. Ez egész hosszú volt, tehát úgy veszem ki. Tehát pontosan is mondom, ekkora volt. 2-12 perces most már a stream. Így azért ez egy kicsit hosszabb volt színzből. Tehát nagyon fontos, tehát hamarosan jövök vissza majd.